A Föld órája 2021-ben március 27-én szombaton kerül megrendezésre 20 óra 30 perc és 21 óra 30 perc között. Idén is új irányt vesz a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető esemény, mindenkit arra buzdít, hogy a természet megóvásáért és a fenntartható életmódért mutasson példát tetteivel, de ne csak ebben az egy órában, hanem minden nap. A Föld órájához csatlakozók minden év márciusának utolsó szombatján este világszerte 60 percre lekapcsolják a nélkülözhető világítást és áramtalanítják az elektromos készülékeket. A Föld órája akció Ausztráliából indult el 2007-ben, és néhány év leforgása alatt világméretű, több milliárd embert aktivizáló önkéntes mozgalommá nőtte ki magát. Immár több száz ország, továbbá számos híresség áll ki a WWF klímavédelmi törekvései mellett. Magyarország 2008-ban vett részt először a programban. A Földnek szentelt egy óra célja nem csak az, hogy otthonainkban és városainkban szimbolikusan kialudjanak a fények, hanem hogy az emberiség tudatára ébredjen, a fenntartható jövő megteremtése és bolygónk állapotának megóvása mindannyiunk felelőssége. Ezzel is szeretnénk egy kicsit felhívni a figyelmet a klímaváltozás elleni harcra, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, figyeljünk oda a fogyasztási szokásainkra. Amivel kiegészült egy pár évvel ezelőtt ez a kezdeményezés, az annak a felismerése volt, hogy hiába ez most már a 15. év, hogy megrendezésre kerül ez a rendezvény, a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmaink azok nem csökkentek, ellenben megjelent mellettük egy újabb, talán még nagyobb probléma, ez pedig a biológiai sokféleségnek a drasztikus csökkenése, és mi azt gondoljuk, hogy a természet a legnagyobb szövetségesünk, amikor a klímaváltozás ellen kell harcolnunk, és igenis oda kell figyelnünk arra, hogy megőrizzük ennek a természetnek az egészségét, hiszen mi azt szoktuk mondani, hogy nem lehetünk addig egészségesek, amíg a minket körülvevő ökoszisztéma beteg. Úgyhogy egy pár évvel ezelőtt egy újabb céllal gazdagodott ez a kihívás, mégpedig az, hogy figyeljünk oda a biológiai sokféleségre, és vegyük tudomásul, hogy a fogyasztási döntéseinknek igenis következménye van, nem csak a klímaváltozásra, hanem a minket körülvevő természetre is. A környezetvédelmi megmozdulás keretében a korábbi évekhez hasonlóan Budapest jelentősebb díszkivilágításai is kialszanak. Az idén, március 27-én, szombat este 8:30-kor kezdődő eseményhez való csatlakozást már számos település jelezte. Budapest város díszkivilágítását szoktuk ilyenkor lekapcsolni, amiben benne van az Országháznak is a díszkivilágítása, de ugyanúgy a Gellért-hegyé, a Lánchídé, a Várnegyedé, tehát az ilyen turisztikailag fontos csomópontoknak a díszkivilágítása szokott ilyenkor lekapcsolódni, és idén a földórája.hu-n várjuk mind egyének, mind pedig települések jelentkezését. Most gyorsan megnéztem, már több mint 40 település csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, és ez a szám ez gyakorlatilag óráról órára növekszik. A Föld órájához kapcsolódóan idén elsötétül többek között Pécs, Sopron, Mohács, Hódmezővásárhely, illetve Szeged városa is, továbbá számos cég és intézmény épületei is. A WWF Magyarország arra kéri a kezdeményezéshez csatlakozókat, hogy regisztráljanak a földórája.hu internetes oldalon, és március 27-én 20 óra 30 perctől 1 órára kapcsoljanak ki otthonukban minden elektronikus berendezést és oltsák le a világítást. Ezzel közösen felhívva a figyelmet a klíma problémákra és a tudatos fogyasztói döntések fontosságára.